Ropták a táncot szeptember közepén a panyulai értéktalálkozón. Nem csak a hangulatra, az ételekre sem volt panasz a megyei önkormányzat rendezvényén. Minden hétvégén más és más településen kerül sor ilyen értéktalálkozóra. Ez a sorozat is közrejátszott abban, hogy idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiérdemelte a Marketing Aktív Megye címet. Az identitás erősítése, legyen az egy települési identitás, Nyíregyházának külön identitása van, Vásáros Naménynak, a Bereg szívének külön identitása van, és van egy megyei identitás, amit is mi is szeretnénk megmutatni, nem csak az itt élőknek, hanem az ide látogatóknak is, hogy egy picit bele tudjanak kóstolni, és ebben van nagy segítségünkre mind a két település, hiszen hogyha a nyíregyházi programokat megnézzük, szinte minden héten volt olyan program, amely a hagyományokhoz visszanyúlva, a hagyományokat a mai korban megmutatva egy picit mai ízesítéssel adva a közönségnek, olyan rendezvényeket valósított meg, beszéljünk csak akár a Tirpán Fesztiválról, vagy a magyar régi Magyarország ízeiről, amelyek vonzották a tömegeket egy olyan csodálatos helyszínen, mint Sóstó, és ott van Vásárosnamény, ahol most éppen a legaktuálisabb, ugye a vadászati virágkiállítás az, amely szintén idehozza a megyébe a látogatókat, és ezzel is erősíti a megyei identitást. Vasárnap nyitotta meg kapuit a vadászati virágkiállítás Vásárosnaményban. Ez is egy olyan program, ami hozzájárult ahhoz, hogy a beregi település idén 6 gyémántdíjat kapott. Filip Sándor polgármester azt mondta, fontos, hogy a városlakók érezzék és tudják, hogy mi történik a környezetükben. Alapvető probléma abban látom, hogy sokszor nem ismerik fel az emberek, hogy miben élnek. Tehát egy idő után minden rutinná válik, minden természetessé válik, és akkor ilyenkor a szakember átgondolja, hogy mit tud megmutatni ebből a városlakóknak, hiszen ez értük van. Egy kerékpáros verseny, egy adventi rendezvénysorozat, vagy egy digitális brosúr, egy kis film bemutatása, az arról szól, hogy mit történnek a mindennapokban. Épp ezért ilyenkor már előre gondolkodunk, hiszen eddig 31 gyémántdíjat szereztünk, összesen idén, ahogy elhangzott, ugye 6-ot, és megnézzük azt, hogy hogyan tovább. A toborzást játszották el táncosok a Verbunk napján a Sóstói Múzeumfaluban. A hagyományőrző programokat is elismerte a Magyar Marketing Szövetség az idei pályázaton. Összesen 20 gyémántdíjat kapott a megyeszékhely, így kiérdemelte a Marketing Fővárosa díjat 2021-ben. Itt nagyon sok esemény, rendezvény, új projekt történt, indult az elmúlt évben is, és az elmúlt év nem volt egy könnyű időszak a pandémia miatt, és ahogy szoktam mondani, a város működése is biztosított volt, a fejlesztések sem álltak le, részben ehhez is kötődnek, de valójában a 12 díj az a rendezvény eseményből készített filmmel, anyaggal történt, és hát ez egy nagyon nagy dolog. Piskóti István, a Magyar Marketing Szövetség elnökségi tagja és a Miskolci Egyetem intézetvezetője azt mondta, szigorú ismérvek alapján ítélik oda a díjakat. A gyémánt az azt tanúsítja, hogy a marketing szakma, a város marketing szakma szabályai szerint valósított meg. Meg volt tervezve, meg volt mérve, hatékony volt a pénzköltés, sikeres volt az eredmény. Körülbelül ezek a kritériumok, amit bizony szigorú zsűri bírál. Minden egyes pályázatot kettő egymástól független zsűri értékel, és 70%-ot kell minimum elérni a pontszámoknak ahhoz, hogy támogatott legyen. Vásárosnamény az idén szerzett 6 díjjal együtt eddig 31 elismerést kapott. Ezzel az országos rangsor 5. helyén áll. Nyíregyháza 44 gyémánttal a második, mindössze 4-jel lemaradva Miskolc mögött.